Az iskola kevesebb, mint 2 hét múlva kezdődik, szóval ebben a videóban összegyűjtöttem nektek az összes olyan dolgot, ami nekem annó segített abban, hogy stabilan kezdjem el az egyetemet. Na most, természetesen, amikor én első éves voltam, akkor nem tudtam ezeket a dolgokat még használni, mivel nem tudtam, hogy hogy kell, mint kell, stb. Viszont ugye 4 évig jártam egyetemre, és azt hiszem a 3. év elejére már sikerült igazából így összegyűjtenem azokat a dolgokat, amik segítettek abban, hogy stabilan és jól kezdjem az egyetemet. Ennek a videónak 4 része lesz, ami azt jelenti, hogy 4 féle dologról fogunk beszélni, és minden 4 témában megosztom azt, hogy nekem mi kellett ahhoz, hogy igazából sikeresen tudjam elkezdeni a sulit. Tehát az első rész az lesz, amikor arról fogunk beszélni, hogy a beosztás. A beosztás alatt azt értem, hogy mielőtt elkezdődik a suli, érdemes igazából így nagyjából beosztani az idődet, hogy hogyan fog kinézni egy heted. Amiért ez nagyon fontos, az, hogy jó az, hogyha tudod, hogy melyik nap nagyjából mire kell számítanod. Én általában az órarendet szoktam így alapnak venni, hiszen az a dolog, amin nem tudok változtatni. Tehát nagyon egyszerűen én egy sima papírra szoktam rajzolni, hogy mit tudom én, hétfőn egész nap suli van, kedden van 2 órám, szerdán nincs semmi, csütörtökön ez és pénteken az. Ez azért jó, mert igazából így be tudod osztani azt, hogy oké, hétfőn mondjuk akkor nem dolgozom, mert ugye vannak olyan emberek, akiknek lesz majd munkája részmunkaidőben, akik edzésre mennek, akiknek nem tudom milyen különböző hobbiai vannak, tehát az első az, hogy igazából egy üres papírra föl szoktam rajzolni az órarendet, és ahol lyukakat látok, oda beszoktam rakni, hogy ekkor valószínűleg dolgozni fogok, ekkor elmegyek edzeni, ekkor ezt csinálom, azt csinálom, és így lesz egyfajta képed arról, hogy mégis mit, hogyan fogsz tudni beosztani. Érdemes azt is berakni ilyenkor, hogy például, ha mondjuk dolgozol, akkor melyik az a nap, amikor mondjuk be kell menni az irodába? Vagy hogyha olyan munkahelyed van, ami furra bejárós, akkor érdemes megnézni azt, hogy oké, melyik napokon kell dolgoznom? Hétvégén is dolgozhatok, vagy csak hétköznap? És akkor például tudod, hogy amikor nincs órád, akkor mondjuk érdemes bemenni az irodába. Hiszen ha sulid is van, akkor egyszerűbb az, hogyha mondjuk előtte vagy utána otthonról dolgozol. És a szabadidőben is érdemes leírni azokat, hogy oké, egyébként nem tudom, én szeretnék a szabadidőmben mondjuk edzeni menni, oké, milyen messze van a gym, mennyi idő még oda megyek, illetve hazajövök, hiszen ha én 1 óráig edzem, de az edzőterem 1 órára van, akkor az összesen 3 órát fog elvenni a napomból, ami lehet, hogy nem a legjobb ötlet akkor, amikor reggel 8-tól délután 4-ig az iskolában vagyok. Természetesen nem kell túlzásba vinni, és nem kell úgy beosztani azt az idődet, hogy full tele legyél mindennel, viszont érdemes azt, hogy esetleg odafigyelni arra, hogy oké, nagyjából erre és erre ennyi időm lesz, vagy mondjuk hétfőn nem igazán fogok tervezni semmit, mert akkor tele vagyok órával. Ez persze a későbbiekben változhat, ezért néha egyébként egyszerűbb egy online naptárat használni, és egyébként abba beleírni ezeket a dolgokat, ahol ugye egyszerűbben ki tudsz törölni meg áthúzogatni dolgokat, mint hogyha mondjuk papírra írod, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy igazából ezt nagyon érdemes megcsinálni. És mi alapján tudod beosztani az idődet? Én a prioritási listát szoktam ajánlani, ami azt jelenti, hogy nyilván aki iskolába jár, annak 99%-ban az iskola lesz az első helyen. Második helyen, ha valaki dolgozik, akkor én ajánlom, hogy a munkahelyet tegye be, hiszen ha nem jól dolgozol, akkor elveszíted a munkádat. És akkor harmadjára szoktam berakni azt, ami mondjuk fontos lehet, hogy ha te nagyon szeretsz edzőterembe járni, akkor nyilván az a fontos. Ha te nagyon szeretnél egy nyelvet megtanulni, akkor az a fontos. Ha neked az olvasás a hobbid, akkor te minden nap rászánsz 1 órát arra, hogy olvas. De jó, hogyha van egy prioritási lista a fejedben, amit most még augusztusban össze tudsz rakni, és így igazából ott vagy vele, hogy megvan mindened. Tudod, hogy mikor hova kell menni, tudod, hogy melyik nap mi van, tudod, hogy mikor van egy kicsit több időt, tudod, hogy mikor kell fölkötni a gatyát, mert egész nap suli van, aztán dolgozunk, aztán elmegyünk az edzőterembe, és mikor van az, amikor azt mondhatod, hogy oké, igazából a hétvégém az szabad. A második dolog, amiről már van egy videóm, viszont ettől függetlenül itt is szeretném megemlíteni, az, hogy mit érdemes vásárolni. Szóval egy egyetem az nem egy középiskola, úgyhogy nem kell minden tantárgyra külön füzet. Amit én csináltam anno,
Az az volt, hogy vettem azt hiszem 2 vagy 3 füzetet, hiszen volt olyan tárgy, ahol sokat kellett jegyzetelni, volt olyan tárgy, ahol megkaptuk magát a tananyagot online, tehát ott nem is kellett jegyzetelni, illetve ugye volt olyan tárgy nálam gazdaságból, ami például matekos volt, tehát feladatokat kellett csinálni, számolni kellett, akkor azért nem árt egy füzet, ugyebár. Tehát ez nagyon függ attól, hogy neked mi a szakod. Ettől függetlenül 2-3 füzet sosem árt, nem drágák. Emellé én szoktam venni egy naptárat, amiben például minden év elején beleírom a határidőket. Tehát ha tudom, hogy melyik hét a vizsgaidőszak, már pedig tudod, hiszen az egyetem honlapján ez fönt van, akkor be tudod írni, hogy vizsgaidőszak, vagy szorgalmi időszak vége decemberben, vagy nem tudom, első vizsgám, vagy ZH7, tehát olyan dolgokat, amik fontosak, hogy tud előre, és ne az legyen, hogy péntek délután jössz rá, hogy ja, amúgy hétfőn ZH, mert hétfőtől ZH7 van. Tehát jó ezeket tudni már előre, nem most fogsz elkezdeni tanulni rá, nyilván, viszont ha mondjuk 2 vagy 3 héttel előtte már tudod, akkor sokkal egyszerűbben fel fogsz tudni készülni, nem pedig utolsó pillanatban. Tehát ezért egy ilyen naptára szerintem nagyon jó, bár ezek kicsit drágábbak, mert azért ebben van sok minden, meg azért ezek eléggé vastagok. Ettől függetlenül szerintem ez egy nagyon jó befektetés. Nekem legalábbis mindig segített, hogy tudjam azt, hogy ha dolgozom, akkor ezen a napon van a meetingem, 2 órakor, nem tudom, legnagyobb meeting a héten, ekkor van a ZH7, ekkor van a szorgalmi időszak vége, tehát a professzionális életemet, igazából az iskolát és a munkahelyet egy helyen tudtam követni. És az utolsó dolog, ami nekem muszáj volt venni mindig, de ez nagyon embertől függ, az például ugye az ilyen kiegészítők, mint például a színes ceruza, a szövegkiemelő. Tehát én, aki úgy tanultam az összes tételre, az összes vizsgára, mindenre, hogy szövegkiemelővel kiemeltem, még a szakdolgozatomban is voltak olyan mondatok, amiket így egyesével húzogattam ki, azért nagyon fontos, mert ezeket például ne úgy menj el iskolába, hogy ja, amúgy még ez nincs meg, az nincs meg, hanem most még van 2 darab hétvége, amíg el tudsz menni, és ezért ezek relatíve olcsó dolgok. Tehát ilyeneket érdemes beszerezni azért, hogy amikor majd oda kerülsz, hogy az EH-ra tanulsz, akkor ott van 5 darab különböző színes, és akkor kihúzod, hogy ez azért fontos, ez azért fontos, ez más színű legyen, stb. Stb. Ez mindenkinek saját preferenciája, hogy ő nem tudom, fekete tollal szeret írni a fontos dolgokat, vagy kékkel, vagy kihúzza színessel, rajtatok múlik. A lényeg az az, hogy nyilván, ha veszel füzetet, akkor érdemes színes tollat is venni, ha meg online van, akkor pedig ugye nyilván a különböző applikációk segítségével ott is ki tudod húzni színessel a fontos dolgokat. A harmadik része a videónak, amikor lényegében a hozzáállásodról fogunk beszélni. Tehát az első dolog, amit mondanék a hozzáálláshoz, az az, hogy pozitív. Nyilván első évesként én is féltem, nem tudtam ki lesz ott, nem tudtam milyenek lesznek a társaim, nem tudtam milyen lesz az órarendem, nem tudtam milyenek lesznek a tanárok, nem tudtam, hogy egyáltalán szeretni fogom-e magát a dolgot. Ettől függetlenül pozitívan kell hozzáállni. Most én is ugye mesterképzésen új egyetemre megyek, és igazából nem is aggódok ezeken a dolgokon. Úgy vagyok vele, hogy ami történik, történik, én ennek örülni fogok, én boldog leszek, ha jó a tanár, akkor örülök, ha nem jó, akkor bejárok, megtanulom, és igazából úgy is vége lesz 9 hónap múlva, tehát olyan mindegy. Főleg úgy, hogy ugye egyetemen egy fél évig van egy tanárod, hiszen ugye a tavaszi fél évtől kezdve másik tanárod lesz, tehát aki most van, azt így 3 hónapig el kell viselni, és aztán adios amigos. Tehát fontos, hogy pozitív hozzáállással kell oda menni, nem aggódunk, nem stresszelünk, hiszen hova stresszelünk még? Még nincs ZH7, még nincs semmi, élvezni kell. A második dolog, ami ugye még a hozzáállásodon tud javítani, az az, hogy ha nyitott vagy. Tehát legyen nyitott arra, hogy barátkozol, legyen nyitott arra, hogy ismerkedsz, legyen nyitott arra, hogy csatlakozol egy diák szervezethez, legyen nyitott arra, hogy nem tudom, részt veszel különböző programokon, hiszen ez az élet, akkor fogsz tudni barátokat szerezni, illetve akkor fogod tudni magát az egészet élvezni, ami ugye a harmadik dolog, a legfontosabb, hogy neked ez volt az álmod. Más gyerek az megőrülne azért, hogy ott legyen, ahol most te vagy. Tehát tessék élvezni. Ez nem egy rossz dolog, ez nem egy teher, ez egy olyan élmény lesz, ez az egyetem, ami igazából csodálatos. Tehát vissza fogod sírni a végén azt, hogy azt tanulod, ami érdekel, olyanokkal vagy körülvéve, akiket ugyanaz a dolog érdekli. Nagyon okos, értelmes tanároktól tudsz tanulni, tényleg tapasztaltak, rengeteg lesz a szociális készséged, amin fogsz tudni javítani. Olyan sok minden,
fog neked plusz adni, és nem mínusz, hogy muszáj vagy élvezni, és csak úgy tudsz belemenni, hogyha ezt az egészet élvezed. És az utolsó, megint a legeslegfontosabb, az egész videónak a lényege, az az, hogy mik a céljaid. Tehát ezt szoktam a legvégére hagyni, ugye a negyedik kisebb része a videónak, azért, mert a célodat azt nem biztos, hogy most meg tudod még határozni, hiszen attól függ, hogy milyen lesz az iskola. Ettől függetlenül én most így a mesterképzés előtt is tudom, hogy mik a céljaim. Tehát az első, hogy legyen egy konkrét célod. Miért fontos ez? Mert hogyha úgy mész az egyetemre, hogy majd lesz valami, akkor stresszelni fogsz azon, hogy tanuljál, stresszelni fogsz azon, hogy nem tudom, a másiknak jobb lett a prezentációja, mint neked. Viszont ha úgy mész be, hogy oké, igazából én a 4,5-ös átlagra megyek, ergo nem baj, ha becsúszik egy-egy 4-es, nem baj, ha becsúszik egy-egy 3-as, hiszen a 4,5 az úgyis meg lesz. Tehát, ha van egy tiszta célod, akkor tudni fogod, hogy ha 5-0-0-ra mész, akkor tanulsz, mint a bolond gyerek, ha viszont 4,5-re mész, akkor kicsit chilles vagy, ha meg úgy vagy vele, hogy 2-essel menjek át, akkor meg érted, úgy fogsz tanulni. Az első, hogy meglegyen a pontos célod. A második, hogy emlékeztesd magadat, hogy miért ez a célod. Tehát miért akarsz 4,5 lenni? Azért, mert mit tudom én, onnantól kezdve már jár az ösztöndíj. Vagy azért akarsz 5-0-0 lenni, mert olyan bolond gyerek vagy, mint én, aki maximalista és a legnagyobb, legjobb dolgot akarja elérni. Vagy azért akarsz 2-essel átmenni, mert a világ legnehezebb egyetemére vettek fel, és úgy jött vele, hogy csak legyen meg a 2-es. Azt, hogy miért, azt te tudod. Viszont ha van egy célod, és van egy miérted, akkor sokkal jobban össze fog állni a kép, és sokkal jobban ki fog előtted rajzolódni az, hogy igazából mennyire kell belehasadnod ebbe, mennyire kell odafigyelned, mennyire kell tanulnod, mi a lényege. És az utolsó az pedig, hogy hogyan fogod tudni elérni. Ez az, ami egyébként majd a tanulás alatt fog jönni, tehát ahogy elkezdődik a suli, hiszen hogyha látod, hogy mondjuk neked 5-0-0 a célod, de az egyetem nagyon-nagyon nehéz, akkor lehet, hogy kicsit lejjebb viszed a célodat, viszont azt mondod, hogy oké, ehhez a tárgyhoz 6 órát kell tanuljak egy nap, ehhez a tárgyhoz meg mondjuk 2-t. És akkor már is tudni fogod, hogy mi az a tárgy, amihez a legtöbb dolog kell, és mi az, ami relatíve nyugodt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy hasznos volt, és remélem, hogy nagyjából így összeállt előttetek, hogy mi kell nektek, hogyan szeretnétek elindulni, mi a lényeg. Ha bármi kérdésetek van, akkor kérdezzetek nyugodtan, tudjátok, hogy hol találtok. Addig is mindenkinek kellemes nyarat kívánok, élvezzétek még ki ezt a másfél hetet. Találkozunk a következő videómban. Sziasztok!